kiéleződött a konfliktus Líbiában, legalább 35-en meghaltak az összecsapásokban, újabb migráns hullám indulhat. Visszavitték a táborokba a rendőrökre és rátámadó bevándorlókat Görögországban, a hatóságok közölték, nem nyitják meg a határokat. A keresztény kultúra minden erőforrása, ezt mondta Orbán Viktor a klapkatéri református templom felszentelésén. És megkezdődött a szezon, kirajzottak a hajók a Dunán, alakzatban vonultak végig a folyó fővárosi szakaszán. Ez a Híradó 7:30-tól az M1-en. Meszes Boglárka vagyok, jó estét kívánok! Több ország is kimenekítette állampolgárait és katonai egységeit a líbiai fővárosból, miután szinte óráról órára nő egy nagyobb katonai konfliktus veszélye. Egyre komolyabb összecsapásokról érkeznek hírek a kormánytámogató milíciák és az ország keleti felét irányítás alatt tartó hadsereg között, 35-en meghaltak. Egyes források már légicsapásokról számoltak be a főváros Tripoli határában. Szakértők attól tartanak, hogy az amúgy is megosztott országból a bizonytalan helyzetben ismét tömegesen indulhatnak meg a migránsok Európa felé. Szombaton indított támadást a fővárostól délre fekvő repülőtér elfoglalására a líbiai nemzeti hadsereg. A nemzetközi közösség által el nem ismert kormányzathoz hűséges csapatok rövidesen ellenőrzés alá is vonták az évek óta zárva tartó létesítményt. A tripoli repülőtér teljesen az ellenőrzésünk alatt van, és az odavezető út is egészen a tengerpartig, jelentette be a hadsereg szóvivője. A líbiai diktátor Muammar Gaddafi 8 évvel ezelőtti bukása utáni polgárháborúban két részre szakadt országban, csütörtökön lángolt fel újra a konfliktus. A líbiai nemzeti hadsereg parancsnoka, a keleti országrészt ellenőrző Khalifa Haftar tábornok akkor adott parancsot csapatainak Tripoli elfoglalására. A tripoli székhelyű, az ENSZ által elismert egységkormány ellentámadást indított az offenzíva megállítására. Nem megerősített hírek szerint az egységkormányt támogató milíciák több mint 70 ellenséges katonát ejtettek foglyul. Haftar tábornok erői ennek ellenére már szombaton eljutottak a főváros közelébe, vasárnap pedig már Tripoli közvetlen közelében voltak összecsapások, amelyben mindkét oldal az ellenségre mért légicsapásokról számolt be. A bizonytalanná vált helyzet miatt India kivonta békefenntartóit az országból, és az amerikai hadsereg több egységét is máshová vezényelték. Vasárnap az olasz olajvállalat, az Eni is arról számolt be, hogy hazarendelte munkatársait Líbiából. Egy washingtoni székhelyű politikai elemzőcég vezetője szerint nem kétséges, hogy Haftar tábornok elszánta magát Tripoli elfoglalására. A feladat azonban korán sem lesz olyan egyszerű, mint ami ennek az elmúlt napok alapján látszik. Kétségeim vannak, hogy Haftar erői felkészültek-e a feladatra. Könnyedén elfoglalta a délnyugati területeket, de Tripoliban erős ellenállásba fog ütközni. A konfliktus valószínűleg elhúzódik majd, mondta az elemző. A polgárháborús helyzet kiéleződése azzal a veszéllyel is fenyeget, hogy ismét tömegesen indulnak Európába Líbiából az illegális bevándorlók. Az elmúlt időszakban a tripoli kormánnyal kötött megállapodás értelmében a líbiai parti őrség eredményesen vette fel a harcot az embercsempészekkel. A kaotikussá váló helyzetben azonban alig ha tudja bármelyik oldal megakadályozni, hogy ismét megkezdődjön a migránsok tömeges tengerre szállása. Nem fogják megnyitni a határokat, nem érdemes tovább próbálkozni, ezt üzente a görög kormány a szaloniki migráns tábornál sátorozó illegális bevándorlóknak. Az elmúlt napokban többször is összecsaptak a rendőrökkel, amikor csoportosan próbáltak megindulni Európa belseje felé. Tegnap este végül a tömeg nagy részét visszavitték azokba a befogadó központokba, ahonnan érkeztek. Egy kisebb csoport viszont ott maradt, ők azt mondják, hogy kitartanak. Volt, aki az arcát mosta, más a cipőjét kötötte, többen pedig még aludtak vasárnap reggel a görögországi Szaloniki mellett lévő illegális migráns táborban. A sátrak is jócskán megfogyatkoztak, és legfeljebb 100 bevándorló maradt a mezőn. Ők viszont azt mondták, kitartanak és nem hagyják el a területet. Itt maradunk és nem mozdulunk el innen, mi csak kempingezünk itt a zöld mezőn. Békések vagyunk és nem ártunk senkinek, mondta egy iraki férfi. Egy afgán fiatalember pedig arról beszélt, mindenképpen tovább akarnak menni Németországba. Azt szeretném, ha megnyitnák a határokat. Görögország ugyanis nem tud megfelelően gondoskodni rólunk, mondta.
Szombat délután még több mint 1000-en voltak ugyanitt. A bevándorlók megindultak a rohamrendőrök felé, és kövekkel, botokkal ütötték őket, akik a pajzsaikkal próbálták megvédeni magukat. A rendőrök könygázzal és hanggránátokkal válaszoltak, nehogy sikerüljön a migránsoknak kitörni és elindulni a határ felé. Muci Attila, az M1 tudósítója élőben közvetítette az eseményeket. Több könygázt is kilőttek rájuk, a migránsok azzal próbálkoznak, hogy azonnal fölkapják és visszadobják a görög rohamrendőrökre. Néhány perccel később a rohamrendőrök elindultak a migránsok felé, és elkezdték visszaszorítani őket a mező melletti befogadó központ irányába. Közben folyamatosan lőtték a könygázgránátokat, a hangadókat pedig kiemelték a tömegből. A bevándorlók egy csoportja ezután letérdelt a rendőrök elé, és Németország nevét skandálta. Közben folyamatosan azt kiabálták, hogy nyissák meg a határokat. Volt, aki szinte élő pajzsként tartott maga elé egy gyereket. Több helyen pedig ismét felgyújtották a mezőn az aljnövényzetet, hogy a tűz és a füst megnehezítse a hatóság fellépését. Amíg az összecsapás zajlott, a befogadó központban lévő migránsok kidöntötték az épület kerítésének egy részét, és megpróbáltak csatlakozni a mezőn lévő társaikhoz. A rendőrök könygázzal állították meg őket, a kerítés helyén felsorakozva pedig élő pajzsal védték a tábort. Végül a migránsok nem próbálkoztak tovább. Egy részük visszament a mezőről a befogadó központba, a többiek pedig buszokra szállva elhagyták a helyszínt. Vasárnap délután a görög migrációs minisztérium koordinátora kereste fel, amíg ott maradt maroknyi csoportot, és meggyőzte őket, hogy semmi értelme tovább várniuk a mezőn. Körülbelül 870 főt szállítottunk vissza az éjszaka 4 befogadó állomásra. A maradék 60 embernek pedig, akik még itt vannak, elmagyaráztam, hogy ez az akció itt most véget ért, a határokat nem fogjuk megnyitni, mondta Nikos Rágosz. Itt most sikerült gyakorlatilag meghiúsítani egy ilyen kitörési kísérletet. Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő az M1-en azt mondta, a görög rendőrök az elmúlt napokban sokkal határozottabban és sokkal profibb módon léptek fel a migránsokkal szemben, mint korábban. Úgy fogalmazott, ennek üzenetértéke lehet azoknak is, akik Görögország más részein várakoznak és hasonló akciókat terveznek. Az nem jelenti azt, hogy persze nem fognak újra próbálkozni, nem jönnek újak, máshol nem fognak próbálkozni, tehát ez mind lehetséges, de az egy fontos dolog, hogy ez most sikerült, mert ha nem sikerült volna, ugye akkor egy negatív precedens teremtődik, és ez, hát ha nem lennék annyira optimista, mint amennyi vagyok, akkor azt mondanám, hogy akkor ennek lehettek volna súlyos következményei. Közben az osztrák belügyminiszter bejelentette, Ausztria legalább novemberig fenntartja a szigorított határellenőrzést a magyar és a szlovén uniós belső határokon. Herbert Kickl az Európai Bizottságnak írt levelében úgy fogalmazott, a 2015. szeptemberében bevezetett intézkedés meghosszabbítására a terrorizmus rejtett fenyegetése miatt van szükség. Az osztrák belügyminiszter a fenyegető terrorizmuson kívül azzal is indokolta a határőrizet meghosszabbítását, hogy a balkáni útvonalon is egyre többen próbálnak Európába jutni. Kapcsolunk Bécsbe tudósítónkhoz, Noa Katalinhoz. Szervusz Katalin, hát Ausztriában is nyilván figyelték, és még mindig figyelik, hogy mi történik Görögországban. Szervusz, jó estét kívánok! Valóban drámai képeket közölnek, és kaotikus állapotokról számolnak be az osztrák lapok is. Írnak többek között a migránsok és a rendőrök szombati összecsapásáról. Az egyik táborban ugyanis elterjedt az az álhír, miszerint megnyitják a 60 kilométerre levő macedón határátkelőhelyet, és migránsok százai szerettek volna útra kelni, a rendőrök pedig megpróbálták megakadályozni ezt. A migránsok köveket, üvegeket dobáltak a rendőrök felé, a rendőrök pedig könnygázt is bevetették, hogy megakadályozzák a migránsok útrakelését, hiszen hogyha ez sikerült volna, és erről így ír az osztrák sajtó is, akkor az a többi táborban lévő migránsra is hatással lett volna. És számokat is közöl az osztrák sajtó arról, hogy több tízezren, legalább 70 000 lehetnek úton, és Görögországba hetente több százan érkeznek a tengeri útvonalról. Azt közölték ugye, hogy az ellenőrzés egyik fő oka, hogy megakadályozzák a dzsihadisták visszatérését, és annak ellenére is fenntartják majd a határellenőrzést, hogy Brüsszel ezt nem nézi igazán jó szemmel.
Az Európai Bizottság elnöke Jean-Claude Juncker már korábban felhívta a figyelmet a schengeni vívmányok megőrzésének fontosságára, sőt Brüsszel egy alternatívát is javasolta a rendőrségi mélységi ellenőrzéseket. Ausztria azonban ezt nem fogadta el, üdvözölte, de nem fogadta el ezt a javaslatot, sőt nem először, hanem már sokadik alkalommal kéri a 6 hónapos határőrizet meghosszabbítását. A belügyminiszter felhívta a figyelmet a terrorizmusra, mint lappangó fenyegetettségre, és többször hangsúlyozta az osztrák sajtóban, hogy az osztrák lakosság védelmét tekinti a legfontosabbnak. Sebastian Kurz kancellár is megszólalt az ügyben, és támogatja belügyminiszterének az elképzelését, terveit. Aggasztónak nevezte a görögországi állapotokat a kancellár is, és hangsúlyozta, hogy az osztrák határok megvédését mindennél fontosabbnak tekinti. Noor Katalinnak Bécsből köszönjük szépen. Ma 2 éve történt a stockholmi terrortámadás. Egy üzbék bevándorló ellopott egy teherautót és a járókelők közé hajtotta a svéd főváros központjában. 5 ártatlan ember tölt meg, köztük egy 11 éves kislányt. Később kiderült, hogy a terrorista menedékkérelmét már a merénylet előtt elutasították, de nem tudták kitoloncolni az országból. Az évfordulón nem tartottak hivatalos megemlékezést. Riadtan, sikoltozva futottak az emberek a délutáni csúcsforgalomban 2 éve Stockholm belvárosában. Néhányan épp hogy csak be tudtak menekülni egy üzletbe, mielőtt az ajtó közvetlen közelében végig száguldott a kamion. A szemtanúk beszámolója szerint minden nagyon gyorsan történt. Éppen tanultunk a barátommal, amikor azt láttuk, hogy az utcán az emberek úgy futnak, mintha az életükért küzdenének. Nem tudtuk, mi van, összekapkodtuk a holminkat és lerohantunk a pincébe. Soha nem éreztem még ilyen félelmet, mondta egy fiatal lány. A teherautó, amelyet rakodás közben rabolt el a támadó, nagy sebességgel hajtott a sétáló utcába. 500 méteren keresztül gázolt a tömegben, mielőtt beleütközött egy bevásárlóközpont falába. A támadásban 5 ember vesztette életét, 15-en pedig megsérültek. A 39 éves üzbék származású merénylőnek sikerült elmenekülnie, de néhány óra múlva egy elővárosi üzletben felismerte őt egy rendőr és elfogta. 1 éve a terrortámadás első évfordulóján nagyszabású megemlékezést tartottak a svéd fővárosban. Az istentiszteleten ott volt Károly Gusztáv svéd uralkodó, valamint a svéd miniszterelnök is. Idén viszont semmilyen hivatalos megemlékezés nem volt. A támadás helyszínét ennek ellenére ellepték a virágok és az áldozatok fényképei. A stockholmiak egy része még most sem tudja felfogni, hogy mi történt. Borzalmas volt, hiszen akár az én fiam vagy más családtagom is itt lehetett volna. Az áldozatok ártatlan emberek voltak, akik csak sétáltak az utcán. Semmi kapcsolatuk nem volt azzal az emberrel, aki megölte őket, mondta egy stockholmi nő. Vannak ugyanakkor olyanok is, akik a történtek ellenére is úgy vélik, Svédországnak továbbra is be kell fogadnia a bevándorlókat. Egy nyitott országban kell élnünk, egy olyan országban, ahol bízhatunk az emberekben. Ha ez nincs, hanem valakinek meg kell minket védeni, akkor félelemben fogunk élni mi is és a gyermekeink is, mondta egy másik nő. A nyomozás közben kiderült, hogy a terrortámadás elkövetője Rahmat Akilov illegálisan tartózkodott Svédországban. Menedékkérelmét korábban elutasították, ám nem tudták kitoloncolni, mert hamis címet adott meg a hatóságoknak. A férfi a támadás előtt hűséget fogadott az iszlám államnak. A bíróság előtt bűnösnek vallotta magát és elfogadta az életfogytiglani büntetést. Mint mondta, hitetleneket akart megölni, és csak azt sajnálja, hogy ilyen kevés életet tudott kioltani, mert a teherautóban hagyott robbanószerkezet nem robbant fel. Kapcsolunk Stockholmba, 2 évvel ezelőtti terrortámadás helyszínén van ugyanis Cser Attila. Szervusz Attila, hivatalos emlékezés tehát nem volt, de úgy tűnik, hogy sok svéd nem tud és nem is akar felejteni. Jó estét kívánok, ez valóban így van. Itt a Drottninggátanon, ahol a teherautó végig száguldott, számtalan kőoroszlán van, és az ide látogató svéd állampolgárok vagy turisták nagyon sok virágot helyeztek el az oroszlánokra, vagy itt az én jobb oldalamon látható kirakat elé, ahol a terrorista behajtott autójával az áruházba, azt remélve, hogy a bomba felrobban, és a detonációval még több halálos áldozatot okozhat. Egyébként a svédek ma este egy koncertet is rendeztek, ezt a legfiatalabb áldozat Ebba édesanyja szervezte, ez egy jótékonysági koncert volt, 400 svéd látogatott el erre a koncertre, és akikkel beszéltem, mind azt gondolják, hogy ez egy szörnyű tragédia volt. Itt egyébként a mellettem lévő
utcában, ide mögém. Nagyon sokan felírtak rövid feliratokat, legtöbben a feliratokban azt kérdezik, miért történt ez meg, és hogy lehetett volna ezt az egészet megakadályozni. Ausztria kapcsán ma már felmerül, de Svédországban is komoly gond a visszatérő dzsihadisták. Ugye ott ugye akár vissza is fogadnák őket? Svédország is olyan állásponton van, hogy azokat a dzsihadistákat, akik svéd útrevéllel utaznak, legalábbis vissza kell engedni Svédországba. A legfrissebb média adatok szerint egyébként több százan már visszatértek, és még 250 dzsihadistát várnak vissza Svédország különböző városaiba, nagyvárosaiba, Göteborgba, Stockholmba. A rendőrség felkészült, és 34 megye próbálja majd eloszlatni azokat az aggodalmakat, hogy a dzsihadisták nem visszaintegrálhatók a társadalomba, hiszen a hivatalos álláspont a svédeknél az az, hogy mindenkin segíteni kell, még akkor is, hogy az állampolgárok egy része úgy gondolja, hogy ez nem egy normális folyamat, akik egyszer elmentek Svédországból, és harcoltak, embereket öltek meg, őket bizony már nem kéne visszafogadni, nemhogy támogatni, mondják ezt sokan, akikkel beszéltem. Cser Attilának köszönjük szépen. A migrációs veszély nem múlt el, sőt állandósulhat, hogyha az EP választás után továbbra is a bevándorláspárti baloldal akarata érvényesül az unió vezetésében. Ezt mondta Rogán Antal a Kossuth Rádióban. A miniszterelnöki kabinetirodát vezető miniszter ugyanakkor hangsúlyozta, az uniós döntéshozatalt a magyar szavazatok is befolyásolhatják. Ha Orbán Viktornak a bevándorlás megállításáért meghirdetett 7 pontja megkapja a többség támogatását. Az M1-nek nyilatkozó elemző szerint a miniszterelnök 7 pontja valódi megoldást kínál az illegális migráció megállítására. Európa számára továbbra is a bevándorlás a legfontosabb kérdés. Kezelését azonban a nemzetállamokra kell bízni, mivel a brüsszeli vezetés nem hajlandó megfékezni a folyamatot, mondta Rogán Antal a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában. A miniszterelnöki kabinetirodát vezető miniszter hozzátette, a migrációs veszély nem múlt el, sőt állandósul majd, ha a májusi EP választás után továbbra is a bevándorláspárti baloldal akarata érvényesül az unió vezetésében. Rogán Antal ugyanakkor hangsúlyozta, az uniós döntéshozatalt a magyar szavazatok is befolyásolhatják, ha a májusi EP választáson Orbán Viktor 7 pontos programja a bevándorlás megállításáért megkapja a többség támogatását. Ez a program, amit ma Orbán Viktor képvisel, erős többséget kap a magyar emberektől, akkor mi nyíltan ezt az álláspontot fogjuk képviselni, a képviselőikön keresztül az Európai Parlamentben, a kormány nevében egyébként a kormányfők és az államfők tanácsában, és nyilvánvalóan annak a biztosnak a személyén keresztül is, aki remélhetőleg Trócsányi László lesz, akit delegálni fogunk majd a következő Európai Bizottságban. A brüsszeli elit hatalmi törekvéseit meg kell fékezni, a bevándorlás pedig egész egyszerűen meg kell állítani. Így foglalta össze Orbán Viktor miniszterelnök pénteken kihirdetett 7 pontból álló programjának a célját. Ebben többek között az szerepel, hogy a migráció kezelését el kell venni a brüsszeli bürokratáktól és vissza kell adni a nemzeti kormányoknak. Orbán Viktor javasolta továbbá, hogy egyetlen ország se legyen kötelezhető migránsok befogadására akarata ellenére, és senkit ne engedjenek be Európába érvényes igazolvány dokumentumok nélkül. Szorgalmazta azt is, hogy szüntessék meg a migránskártyákat és a migránsvízumot. Brüsszel pedig ne adjon több pénzt Soros György bevándorlást segítő szervezeteinek, ehelyett térítse meg a határvédelem költségeit. A bevándorlás témaköre mind a megmaradt 27 uniós tagállamban a legfontosabb kérdés központi kampányelem. Orbán Viktor kormányfő fontos üzenetet fogalmazott meg programjával, a migráció ugyanis az EP választások meghatározó témája. Erről beszélt Deák Dániel az M1-en. A 21. század intézet vezető elemzője hozzátette, a miniszterelnök 7 pontja pedig valódi megoldást kínál az illegális migráció megállítására. Az Orbán Viktor által felmutatott 7 pontos program, az egy olyan program, amelyik, hát, hogyha végrehajtják, akkor meg lehet állítani Európában az illegális bevándorlást, tehát ez egy kulcsfontosságú üzenet. Deák Dániel arra számít, hogy Magyarország politikai szövetségesei támogatják majd a kormányfőt. Így célkitűzéseit uniós szinten is megvitathatják. Ha pedig az EP választást követően Orbán Viktor politikai álláspontja kerül többségbe, akkor végre is hajthatják a program egyes pontjait.
Az európai parlamenti választások tétje, hogy sikerül-e megváltoztatni a jelenlegi bevándorláspárti brüsszeli politikát és megvédeni az európai embereket, ezt mondta Sárváron a Fidesz képviselője. Ák Péter hozzátette, országszerte folytatják az aláírásgyűjtést Orbán Viktor miniszterelnök programjának támogatásáért, amelynek célja a bevándorlás megállítása. Böröc László, a Fidelitas elnöke pedig Budapesten arról beszélt, azért is fontos támogatni a kormányfő 7 pontos programját, mert az európai parlamenti választáson a fiatalok jövője a tét. Ha ugyanis az Európai Uniónak bevándorláspárti vezetői lesznek, akkor Európa elesik, és a fiatalokra egy olyan világ vár, ahol idegenek lesznek saját szülőföldjükön. Azok a brüsszeli bevándorláspárti vezetők, akik az elmúlt években menedzselték Európa migránsokkal való elárasztását, elárulták a fiatalokat, most pedig el akarják venni a döntés lehetőségét is. Nekünk, fiataloknak vissza kell vennünk az irányítást a bevándorláspárti brüsszeli bürokratáktól, ők nem dönthetnek helyettünk a mi életünkről és a mi jövőnkről. A Párbeszéd kongresszusa egyhangú döntéssel jóváhagyta az MSZP-vel korábban kötött megállapodást, amely alapján Jávor Benedek a negyedik helyen szerepel a két párt közös EP listáján. Jávor Benedek azt mondta, a kampányban ott lesznek az ország minden pontján, és meggyőzik az embereket arról. Magyarország sorsa azon is múlik, hogy mekkora támogatottságot kap az ellenzék. A kampány tegnap elindítottuk már közösen, közös sajtótájékoztatónkat Tóth Bertalannal és a MSZP Párbeszéd közös lista első 10 helyezettjével. A hétvégén már teljes gőzzel kint voltak az emberek az utcákon, és hétfőtől, holnaptól pedig a hivatalos aláírás gyűjtés is folyni fog. Tovább vitatkoznak az ellenzéki pártok a budapesti polgármester jelölések miatt. Tegnap az MSZP, a Párbeszéd, a DK és a Momentum jelentette be, hogyan osztják fel egymás között a kerületeket, vagyis az együttműködésből kihagyták például az LMP-t és a Jobbikot is. A két párt szerint azonban nélkülük nem lehet összeellenzéki álláspontot képviselni, úgy vélik, kizárólag pozíciókkal seftelnek, és összefogás helyett inkább megosztják az ellenzéket. Karácsony Gergely szerint megkönnyíteni az együttműködést, hogyha megválogatnák azokat a szavakat, amiket a lehetséges partnerekről mondanak. Most az ellenzék egészet tett egy nagyon komoly lépést. A Párbeszéd társelnöke vasárnap arról beszélt, hogy ami a fővárost illeti, megvalósult a teljes ellenzéki összefogás az önkormányzati választásra. A 6 hónap az önkormányzati választás előtt, az tényleg arról fog szólni, hogy az ellenzék közösen bemutassa, hogy akár Budapesten, akár vidéken milyen jövőt képzel el magának. Vagyis Szabó Tímea szerint a teljes ellenzéket saját pártján túl az MSZP, a DK és a Momentum alkotja. Ez a négy párt jelentette be ugyanis még szombaton, hogy felosztották egymás között a fővárosi kerületeket. Valamennyien a remény küldöttjei, a remény jelöltjei, akik egy más Budapestet fognak megvalósítani mind a 23 kerületben. Csak hogy a megállapodásból kihagyták a legerősebb ellenzéki pártot, a Jobbikot, valamint az LMP-t. A Jobbik, az LMP és Puzsér Robert főpolgármester jelölt válaszul közös közleményt adott ki, amelyben azt írták, az MSZP ellehetetleníti a teljes ellenzéki együttműködést, összefogás helyett pedig megosztja az ellenzéket. Úgy vélik, hogy a baloldal nem programról vagy Budapest jövőjéről beszél, hanem kizárólag a pozíciókkal seftel. Azt is írják, elkeserítő látni, hogy ebben részt vesz a Momentum, és sajnálják, hogy a kapzsiság győzött az elvek felett. Az együttműködést megkönnyíteni az, hogyha megválogatnánk azokat a szavakat, amiket a lehetséges együttműködő partnerekkel kapcsolatosan mondunk. Karácsony Gergely szerint az LMP-nek, a Jobbiknak és Puzsér Robertnek meg kellene válogatniuk szavaikat velük szemben. A baloldali főpolgármester jelölt egyébként azt is mondta, hogy nem rajtuk múlt a megegyezés, a zöld párt időt kért, nekik pedig már nem volt. Az LMP budapesti elnöke kérte azt, hogy ezt a tárgyalást az európai parlamenti választás után zárjuk le. Mi ezzel a döntéssel együtt tudunk élni, azzal nem tudunk együtt élni, hogy addig pedig hátatett kézzel várjuk ezt a megoldást. A kerületek leosztásából kihagyták a Jobbikot is. Karácsony Gergely ezt azzal magyarázta, hogy a Jobbik úgysem hozna szavazókat a fővárosban. A Jobbik bevonása Budapesten az nem növeli az ellenzék győzelmi esélyeit. A Jobbik azonban úgy látja, hogy nélkülük senki sem képviselheti az összellenzék álláspontját Budapesten. A párt fővárosi vezetője szerint az óbaloldalnak tudomásul kell vennie, hogy elmúltak a régi szép idők. Egyúttal jelezte, illegitímnek tekintik az ellenzéki listát, amelyből kihagyták a Jobbikot.
A fővárosi kerületek felosztása a Momentumban is feszültséget okozott. Az LMP-hez közeli azonnali.hu szerint a pártvezetősége a tagság megkerülésével döntött arról, hogy közösen indulnak a baloldallal a fővárosban. A küldöttek szerint ez a döntés rendkívül káros a Momentumra nézve. A DK-hoz közeli Nyugati Fény nevű portál válaszul az LMP-t kezdte támadni. Arról írtak, a zöld párt végtelenül aljas, önző és rövidlátó, és az LMP hibája, hogy már tavaly áprilisban sem sikerült összefognia az ellenzéknek. Izrael teljesen átvenné az irányítást a zsidó telepek felett Cisjordániában, legalábbis ezt ígérte Benjamin Netanyahu arra az esetre, hogyha a keddi választások után is folytathatja a kormányzást. Sajtóhírek szerint a miniszterelnök azután vette fontolóra a terület annektálását, hogy márciusban Donald Trump elismerte az izraeli fennhatóságot a Golán fennsík felett. Izrael mindkét területet az 1967-es hatnapos háborúban foglalta el, ezek azonban hivatalosan azóta sem részei Izraelnek. A palesztin hatóság már is elítélte a terveket. Netanyahu jobboldal erő hirdeti egy plakát egy ciszjordániai zsidó telep háza falán. Mindenütt zászló lebeg, az utcákat pedig plakátok díszítik. Két nap múlva előrehozott általános választásokat tartanak Izraelben. A kampánya finisébe érkezett, és Benjamin Netanyahu miniszterelnök egyre merészebb ígéreteket fogalmaz meg. Ha azt kérdezi, hogy megtesszük-e a következő lépést, akkor a válaszom igen. Ha győzünk, ki fogom terjeszteni Izrael szuverenitását a cisziordániai és a gázai zsidó telepekre, tette világosra az izraeli kormányfő egy szombati interjúban. Mindezt csupán néhány nappal azután mondta, hogy Donald Trump amerikai elnök elismerte Izrael fennhatóságát a Golán fennsíkon. Felett. A területet a zsidó állam 1967-ben annektálta Szíriától, de ezt azóta sem ismerte el a nemzetközi közösség. Netanyahu legújabb bejelentése a palesztin autonóm terület részek beolvasztásáról igazi lavinát indított el a Közel-Keleten. Nem lepődtünk meg, ezt vártuk. Netanyahu ezt már 20 éve mondogatja, talán nem nyilvánosan, de most bátorítást kapott Donald Trumptól. Amikor az amerikai elnök úgy döntött, hogy elismeri Jeruzsálemet, Izrael fővárosának és Izrael fennhatóságát a megszállt Golán fennsík felett, akkor Netanyahu úgy érezhette, miért ne kérhetni ugyanezt Cisziordániával kapcsolatban is, mondta a palesztin külügyminiszter. Hanan Ashrawi, a palesztinai felszabadítási szervezet végrehajtó bizottságának tagja, pedig csak annyit mondott, ez nem csak a választásokról szól, ezzel vége a béke bármilyen esélyének. A gázai övezetet irányító, az USA-ban és az Európai Unióban terrorszervezetnek minősített Hamász is megkongatta a vészharangot. Figyelmeztetjük a cionista megszállókat, hogy ne kövessenek el semmilyen ostobaságot, mert ezekre a bűncselekményekre fegyveres ellenállás lesz a reakció, mondta az övezet magasrangú Hamász tisztviselője. Az Izrael által megszállt Golán fennsíkon és Cisziordániában összesen 600 ezer zsidó telepes él. Többségük természetesen elégedett a miniszterelnök bejelentésével, de nem mindenki. Ez háborút fog indítani az izraeliek és a palesztinok között, és az eredmény pont az ellenkezője lesz, mint amire Netanyahu számít, mondta egy telepes. A keddi választásokon induló 40 párt közül csak egy ítélte el a miniszterelnök ígéretét. A Meretz vezetője szerint azért veszélyes Izrael számára Cisziordánia annektálása, mert az ott élő arabok esetleges izraeli szavazópolgárrá válásával veszélybe kerülne az ország zsidó többsége. A többi párt azonban nem bírálta a kormányfő tervét, elemzők szerint két nappal a voksolás előtt nem akartak szavazatokat veszteni. Szakértők úgy látják, Benjamin Netanyahu miniszterelnök jó úton halad az ötödik választási győzelméhez, azonban elképzelhető, hogy korrupciós ügyei megnehezítik majd a kormányzást. Két potenciális koalíciós partner is jelezte már, hogy nem hajlandóak együttműködni egy olyan miniszterelnökkel, aki ellen eljárás folyik. Az is megtörténhet, hogy az ellenzéki kék-fehér párt több szavazatot kap a Netanyahu vezette Likudnál, így ők kaphatnak majd megbízást az államfőtől kormányalakításra. Több mint egy évtized után nyert újra magyar kupát a Szeged férfi kézilabda csapata. Mutatjuk majd az összefoglalót a sporthírekben, előtte viszont lássuk, hogy mi lesz még a híradóban. Kolera járvánnyal küzdenek Mozambikban, már halálos áldozatok is vannak, másfél millió ember éhezik. És beváltak a jegyvizsgálók testkamerái a vonatokon, jobban együttműködnek a blitzelő utasok is.
A keresztény kultúra minden erőforrása, ezt mondta Orbán Viktor Pesterzsébeten a klapkatéri református templom felszentelésének hálaadó ünnepén. A miniszterelnök úgy fogalmazott, ma különösen fontos emlékeztetni arra, hogy 2000 éve Európa minden jelentős megújulása valamiképpen a kereszténységből indult el. Egyházi közösségeink támogatása pedig az egész nemzet számára jó gyümölcsöket terem. 80 évet kellett várnia a klapkatéri gyülekezetnek Pest Erzsébeten, mire elkészült a templomuk. Az építkezés 1937-ben kezdődött. Az épület alaksori részét 1940-ben szentelték fel. A II. Világháború miatt azonban az építkezés félbeszakadt. A munkák csak 2017-ben folytatódtak az eredeti tervek alapján. A költségek 375 millió forintot tettek ki, amelynek nagy részét a kormány, valamint a 20. kerületi önkormányzat fizette. A kommunizmusnak csak egyet lehet megköszönni, hogy véget ért. De azt nagyon. Bogárdi Szabó István, a Magyarországi Református Egyház, Dunamelléki Református Egyház kerületének püspöke, a templom felszentelésének hálaadó ünnepén arról beszélt, a klapkatéri gyülekezet 80 éve erőt kapott temploma építésére, ahogyan akkor is, amikor a kommunizmus idején, ahogy fogalmazott, kiszúrták a szemét a semmivel. A kommunizmus bukása után pedig újra erőt kapott ahhoz, hogy felvesse a templomépítés gondolatát. Bástya és menedék. Hisszük, hogy templomunk bástya és menedék lesz, fogalmazott Veres Gábor. A klapkatéri gyülekezet lelkipásztora kiemelte, a templomot tervező Szeghalmi Bálint a református templom építészet legnemesebb hagyományait folytatta. 2000 év óta Európa minden jelentős megújulása valamiképpen a kereszténységből indult el. Konstantinus rendeletétől kezdve, a reformáción keresztül, az eredetileg kereszténynek tervezett Európai Unió megalapításáig. Ma sokan vitatják, vagy egyenesen tagadják a kereszténység és Európa sorsának összefonódását, mondta Orbán Viktor. A miniszterelnök hozzátette, a magyarok azonban ezt másképp látják. Mi magyarok úgy tartjuk, hogy a keresztény kultúra nem csak egy erőforrása sok közül, hanem minden erőforrása. Az a szeglet kő, amely az európai civilizáció építményét egyben tartja. Nélküle nincs szabadság, s nincs európai élet sem. Orbán Viktor kiemelte, az egyházi közösségek támogatása az egész nemzetnek jó gyümölcsöket terem, mert az egyház meg annyi szolgálatot lát el, amelyek nélkül mindannyian szegényebbek lennénk. A miniszterelnök a református templom felszentelése kapcsán úgy fogalmazott, úgy érezzük, amíg képesek vagyunk ilyen tettekre, addig mi magyarok nemzetként is létezni fogunk. Felavatták Szent II. János Pál pápa szobrát a Bács-Kiskun megyei Izsákon. A bronzból készült alkotást Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érsek szentelte meg. Lezsák Sándor, az országgyűlés alelnöke azt mondta, a pápa prófétaként beszélt arról a fenyegetésről, amelyet ma az iszlám jelent a világ és Európa számára. Ide helyezték Szent II. János Pál pápa vérerekéjét. Féltve őrzik Izsákon II. János Pál pápa erekéjét. Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érsek azt mondja, tavaly került hozzájuk a különleges kincs Krakkóból, amelyet a katolikus egyházfő egykori titkára adományozott a településnek. A helyiek úgy érzik, az erekével közelebb került hozzájuk a Szent Pápa, ezért halálának évfordulójára egy mellszobrot is állítottak a római katolikus templom udvarára. Remélem, hogy az ő emléke, alakja felerősíti Isten szeretetét és azt, hogy az ő példája és közbenjárása segíti Izsák népét. Szent II. János Pál pápa szobrát Bábel Balázs szentelte meg, majd a talpazathoz koszorúkat helyeztek az izsákiak. Közösség formáló ereje van, mert nagyon örülünk, hogy itt van, mert úgy érezzük, hogy most igazából itt van közöttünk a pásztorunk, a mi szent atyánk. Az avatón Lezsák Sándor, az országgyűlés alelnöke azt mondta, az egyházfő halála után is olyan örökséget hagyott ránk, amely példamutató mindenki számára. Profétai az a jóslata, hogy e két iszonyatos erő, amik őrölte, zúzta a kommunizmus és a nácizmus Európát, egy harmadik veszély fenyeget bennünket, és ebben a fenyegetettségben jövendölte, hogy bizony az iszlám megszállás, inváziónak a réme az ott van.
Lezsák Sándor hozzátette, ha a pápa ma is élne, reményt és megnyugvást jelentene az emberek számára. A róla készült szobor is ezt sugározza. Az alkotást közösségi összefogással készítette Lantos Györgyi és Máté István szobrászművész. Megkezdődtek a megemlékezések az afrikai Ruandában az 1994-es népirtás áldozataira. A 25 évvel ezelőtti vérengzésekben összesen 800 ezer fegyvertelen ember gyilkoltak meg Hutu népcsoporthoz tartozó szélsőségesek. A Tuszi kisebbség tagjaival és a velük szimpatizáló Hutukkal is végeztek. Megrázó történet következik. Egy héten át tartó megemlékezés sorozat kezdődött Ruandában a 25 évvel ezelőtti népirtás 800 ezer áldozatának tiszteletére. Az ország elnöke és külföldi vezető koszorút helyeztek el egy fővároshoz közeli tömegsírnál, majd meggyújtották az emlékezés fáklyáját is. 1994. áprilisában ismeretlen fegyveresek lelőtték az akkori ruandai elnök repülőgépét. Az államfő a Hutu népcsoporthoz tartozott, a kormány pedig a Tuszi kisebbséget gyanúsította meg a merénylettel. Néhány órán belül a hadsereg és a kormány jóváhagyásával Hutu fegyveres milíciák etnikai tisztogatásba kezdtek. A helyi média pedig csak tovább szította a gyűlöletet, a rádióban a Tuszik elleni gyilkosságokra uszítottak. Így még az egyszerű Hutu emberek, földművesek, iparosok is csatlakoztak a népirtást végrehajtó milíciákhoz. Sokan még saját családtagjaikat és barátaikat is megölték, ha azok Tuszik voltak vagy szimpatizáltak a népcsoporttal. Azt mondták nekünk a vezetőink, hogy a Tuszik az ellenségeink, akiket meg kell gyilkolni. Egy csoporttal együtt támadtunk rá egy bozótban rejtőző családra. A szomszédaimat ismertem fel bennük, egy anyát a gyerekeivel. Mindannyiukat megöltük, idézte fel a mészárlások egyik végrehajtója. A milíciák brutális kegyetlenségükről váltak hírhetté. A 100 napig tartó vérengzéseknek a Tuszikból álló ruandai hazafias hadsereg vetett véget. Az Uganda felől betörő felkelő csoport hónapok alatt elfoglalta az országot. Vezetőjük a jelenlegi elnök Paul Kagame volt, aki hatalomra jutása után mindent megtett, hogy megakadályozza az erőszak kiújulását. Ennek jegyében például betiltotta, hogy bárki Hutuként vagy Tusziként azonosítsa magát a nyilvánosság előtt. Enyhített azoknak a gyilkosoknak a büntetésén, akik bocsánatot kértek áldozataik családjától. Emellett pedig úgynevezett megbékélési falvakat hozott létre, ahol együtt élnek a túlélők és a mészárlások végrehajtói. A ruandai elnök a nemzeti megemlékezésen arról beszélt, hogy most már semmi nem fordíthatja egymás ellen az ország polgárait. 1994-ben nem volt remény, csak sötétség. Ma viszont fény sugárzik innen, fogalmazott Paul Kagame. Ruanda az elmúlt években a gazdasági növekedés és a politikai stabilitás afrikai minta példájává nőtte ki magát. A helyi ellenzék azonban állítja, az államfő vaskézzel tartja fenn a békét, teljesen elnyomja mindazokat, akik elégedetlenek a kormányzásával. Több mint 300 ezer családot sújt az éhínség Mozambikban. Az afrikai térségben pusztító idály ciklon miatt egyre komolyabb a gond. A vihar tönkretette a termést, ráadásul a kolera is felütötte fejét az országban. Naponta százak kapják el a fertőző betegséget, ezért már az utcákon is osztják az ellenanyagot. Egy férfi próbálja összeszedni a kukoricát Mozambik középső részén. A márciusi ítéletidő azonban szinte teljes egészében tönkretette a termést. A kukorica már majdnem érett volt, de a ciklon elpusztította. Nem csak az enyémet, hanem másokét is a környéken, mondta egy helybeli. A falu vezetője szerint sokkal nagyobb a baj, mint amire számítottak. Nagyon komoly gond az éhezés, ilyen mértékű élelemhiányra nem számítottunk. Nagy a baj, segítségre van szükségünk. A környék legnagyobb városában, a ciklon által leginkább sújtott Beirában már utcai toborzóhelyen is osztanak kolera elleni szert az arra járóknak. Az idály ciklon mintegy 900 ezer túlélőjét ugyanis a fertőző betegségek közül, főként a kolera fenyegeti. Az a cél, hogy minél többen szerezzenek védettséget a betegség ellen. A szájon át bevehető kolera elleni szer még a hét elején megérkezett az országba, majd utána meg is kezdték a kiosztását. Csak Beirában mintegy 500 ezer embernek kellene megkapnia, fogalmazott még a hét közepén az Egészségügyi Világszervezet szóvivője. A kolera másfél hete ütötte fel a fejét, még akkor, amikor a pusztító ciklont követő áradások nem kezdtek apadni. Az első napokban csupán néhány esetről érkeztek jelentések, ezt azonban hamar napi 2-300 eset követte. Mára a regisztrált esetek száma eléri a másfél ezret, és a betegség eddig 2 halálos áldozatot követelt.
A kolera egyébként nem ismeretlen a térségben. Legutolsó kitörésekor mintegy 2000-en fertőződtek meg. Az a járvány idén februárban ért véget. Szakértők azonban most attól tartanak, hogy a város megrongálódott víz- és csatorna hálózata, valamint a tartós árvíz miatt sokkal nagyobb méretű lehet a járvány. Mindemellett humanitárius segítségre is óriási szükség van. A mozambiki katasztrófaügyi hivatal szerint legalább 300 ezer család szorulna gyors segélyre, leginkább gyógyszer és élelmiszeradományra. A ciklon áldozatainak száma mostanra átlépte a 600-at. Leszakadt egy híd Brazíliában a Mozsú folyón, miután egy komp nekiütközött az egyik tartó pillérének. Két a hídon haladó kocsi a folyóba zuhant, az ország egyik legforgalmasabb kikötőjéhez vezető stráda pedig járhatatlanná vált. Az egyelőre nem derült ki, hányan utaztak az autókban, áldozatokról nem érkezett jelentés. A helyi hatóságok szerint a komp 5 fős legénysége nem sérült meg. Több mint 300 rendőr, csendőr, búvár, 14 motorcsónak és 2 helikopter kutatja napok óta a román tengerpartot. Kilós csomagokban ugyanis nagy tisztaságú kokaint mosott partra a tenger. Lakossági bejelentésre mentek ki a hatóságok, azt feltételezik, hogy a csomagok annak a szállítmánynak lehetnek a részei, amelynek egy részére a Duna Delta egy elhagyatott térségében bukkantak még március végén. Akkor csak nem 1 tonna 90%-os tisztaságú kokaint találtak egy felborult hajó körül. A nyomozók szerint a kábítószer vízi úton érkezett Dél-Amerikából, a csempészek pedig Nyugat-Európába akarták eljuttatni. Itthon beváltak a jegyvizsgálók testkamerái a vonatokon, együttműködőbbek a blitzelő utasok, amint meglátják, hogy felvétel készülhet róluk. Több járaton is kaptak ilyen kamerát a kalauzok, korábban ugyanis többször rátámadtak rájuk az intézkedés közben. A MÁV minden kalauznak adna ilyen kamerát. Az utasok előtt érkezik a vonathoz a Debrecen-Nyírbátor Máté Szalka közötti járat jegykezelője. Ha mindenki felszállt, zöld táblával ad jelzést, hogy a vonat elindulhat. Ezután kezdődik munkájának a nehezebbik része. Ellenőriznie kell minden felszálló menetjegyét. Cine László vezető jegykezelő már 27 éve dolgozik a MÁV-nál. Többször is érte fizikai és szóbeli inzultus. De nem ő az egyetlen jegykezelő, akit megfenyegettek. A MÁV közleménye szerint idén áprilisig összesen 19 jegyvizsgálót támadtak meg munkavégzés közben, blitzelő vagy szabálysértő utasok. Pedig aki közfeladatot ellátó személy sérelmére követel erőszakos bűncselekményt, akár 5 év börtönt is kaphat. Köszönöm, tessék! Többek között a támadások megelőzése érdekében kaptak testkamerákat a kalauzok. Egyetlen gombnyomással lehet tud indulni, a tetején van egy indítógomb, lehet vele videófelvételt készíteni, külön hangfelvételt, illetve külön fotót az oldalán látható 3 gomb segítségével. A testkameráknak nem csak visszatartó ereje van, hanem egy-egy konkrét esetben bizonyítékként is használható. Mindenképpen védelmet és biztonságot nyújt, én úgy érzem legalábbis, mivel nagyrészt egyedül teljesítünk szolgáltat a vonatokon, tagadható, hogyha bármi történik az utasok által. Ők ketten vagy többen esetleg egyformát mondanak, akkor én egyedül maradtam. Így viszont a kamera segítségével mi is ketten vagyunk, és ez már bizonyító hatású szerintem. A MÁV Start ZRT első körben a felmérések alapján a legproblémásabbnak ítélt járatokat választotta ki. Ezen túl a Máté Szalkát érintő vonatokon már biztos, hogy testkamerával felszerelve dolgoznak a jegykezelők. A tapasztalatok pedig azt mutatják, hogy az érintett vonalszakaszon utazók már is együttműködőbbé váltak. Az a tapasztalatunk, hogy már a bekapcsolástól kezdődően, illetve attól kezdődően, hogy az utas észreveszi, hogy egy ilyen testkamera van a jegyvizsgálón, már akkortól kezdődően változik az utas viselkedése. Aki addig agresszív volt, vagy nem volt együttműködő, hirtelen együttműködő lesz, és vagy megfizeti a pótdíjat, vagy megadja az adatait. A MÁV további 100 kamera beszerzését tervezi, hogy legkésőbb ősz elejétől már a teljes hálózaton testkamerával dolgozhassanak a jegykezelők. Megkezdődött a dunai hajózási szezon, mintegy 30 hajó rajzott ki a Dunára egyszerre, és alakzatban vonultak fel az Árpád híd és a Szabadság híd között. Az eseményen bárki részt vehetett, de 600 hátrányos helyzetű gyermeket is meghívtak. A látványos kirajzással a hajózást népszerűsítették. A Lánchídtól indult el a Budapest hajó. 30-at magával rajzott ki a Dunára, amivel megkezdődött az idei hajózási szezon a folyón. Az eseményen előzetes regisztrációval lehetett részt venni. Ez az édesanyja például gyermekeihez hasonlóan nagy lelkesedéssel várta a kirajzást. Én még sose hajóztam a Dunán, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok. A látványra is, szerencsére az idő is jó, és 3 kisfiammal érkeztem.
A máskor a fővárosban vagy környékén járó séta és rendezvényhajók az Árpád hídnál fordultak meg, és rendeződtek kötelékbe, élükön az Európával. Így indultak el délnek a Szabadság híd felé. A szervezők célja az volt, hogy népszerűsítsék a hajózást. Azt szeretnénk bemutatni, hogy hajózni nagyszerű, hajózás szakképzése 180 éves már Magyarországon, tehát több esemény kötődik a mai kirajzáshoz. A hajókra 600 gyermekotthonokban nevelkedő fiatal is felszállhatott. Végigmentünk a hajóval olyan részen, ahol még eddig Pesten nem voltam. A katonai hajók is jó, tetszettek. A szervezők célja egyúttal ez is volt, vagyis hogy élményt szerezzenek a résztvevőknek. Rohanunk minden nap, a hajózás az nem egy ilyen rohanós tempó, tehát egy kicsit a slow mozgalom elősegítéseképpen, egy picit így a ne menjünk el olyan gyorsan az emlékeink, mint a műemlékek mellett, és egy kicsit ki lehet kapcsolni. Itt láthatják a fő jellegzetességét a monitor típusú hajónak. A kirajzásban részt vett a Lajta Monitor Múzeum hajó is, ami a parlament előtt kötött ki. Fedélzetén ingyenes nyílt nappal várták az érdeklődőket. Az Osztrák-Magyar Monarchia korából származó hadihajó hivatalosan hétfőtől látogatható egészen október 31-ig, azaz a dunai hajózási szezon végéig. Igazi magyaros ízek uralkodtak a Várkert bazárban, ma tartották a magyar ízek vásárát, ahol 80-nál is több termelő mutatta be portékáját, bár idén a sertés volt a középpontban, de rengeteg más finomság is várta az ínyenceket. Ez egy szarvasznek kolbász, kocsaszalámi, libaszalámi. Minőségi húsok sokaságát hozták el a termelők a magyar ízek vásárába. A kolbásztól a sonkán át a szalonnáig mindent megtalálhattak a vásárlók. Az egyik legnépszerűbb a világhírű őshonos sertésfajta a mangalica volt. A húsából szalámi, kolbász, tepertő és sok más finomság készül. Nekem nagyapám bőlér volt a faluban, és azt a hagyományos ízvilágot próbáljuk követni, amit annak idején ők készítettek egyszerű fűszerekkel, sóval, sóbors, paprika, fokhagyma, esetleg egy kis kömény. A rendezvény idén a kiváló minőségű magyar sertéshúsra hívja fel a figyelmet, ami jó alapja lehet a húsvéti menünek is. A minőség egyértelműen az a minőség, amit elvár az ember, tehát ezek az emberek, akik idejöttek és eljöttek megmutatni magukat, olyan árúval képviseltetik magukat, amire büszkék lehetnek. Egy trappista sajtokház, egy tejből készült. Sajtokból is bőséges volt a kínálat, különféle érlelésű, ízesítésű és formájú termékek hívogatták a látogatókat. Nagyon szeretem a természetes dolgokat. Sajtoknak meg hát olyan fölhozatala van, hogy itt nem tud az ember ellenállni. Magas E-vitaminnal bír. Nem csak tejből, hanem gyümölcsből is készültek sajtok. A klasszikus bírsalma mellett áfonyából, szilvából és erdei gyümölcsökből főzték a különleges csemegéket. Emellett házi készítésű csokoládékból is lehetett kóstolni. A magyar ízek tavaszi vásárába több ezren látogattak el. Végigkóstoljuk az egészet, tehát pálinkával kezdtük, nagyon finom volt. A vásárra Magyarország valamennyi tájáról és a határon túlról is érkeztek termelők, azért, hogy megmutassák, milyen színesek és változatosak a magyar élelmiszerek. Immáron a 19. alkalommal szervezzük meg a magyar ízek vásárát, itt a Várkert bazárban 82 élelmiszertermelő van, ismét az a cél, hogy a magyar termékre hívjuk fel a figyelmet, a jó minőségű, tartósítószermentes és hagyományos élelmiszerekre. Malacuk volt a gyerekeknek, a tavaszi vásáron a finom ételek mellett közös játékok, bábszínház és gólyalábos műsor is várta a kicsiket. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem csapata nyerte a joghallgatók nemzetközi perbeszéd versenyét Washingtonban. A nemzetközi jogot hallgató magyar egyetemisták 100 ország, több mint 680 egyetemének diákjai közül voltak a legjobbak. Olyan tekintélyes egyetemek hallgatóit utasították maguk mögé, mint például az amerikai Yale és Berkeley, vagy éppen a londoni King's College. A csapat egyik tagja, Bazsó Gábor pedig megkapta a legjobb szónoknak járó külön díjat is. Kapcsolunk az M5-re, nem sokára kezdődik ugyanis a híradó, Csete Beáta már ott is van a stúdióban.
Szervusz, jó estét kívánok! A világbajnok jogász hallgatókat terveink szerint hazaérkezésüket követően be is mutatja majd az M5. De addig is a legendás színész Gábor Miklós Shakespeare alakításaira emlékeztek a művész születésének 100. évfordulóján. A róla elnevezett díjat ezúttal is az évad legjobb Shakespeare alakításáért ítélték oda, megmutatjuk kinek. Aztán a berlini állami könyvtárban maradt fent az úgynevezett pasticcio, vagyis több zeneszerző tollából származó passió, a magyarországi ősbemutatóján pedig az M5 is ott volt, és Bauhaus séta Budapesten milyen újításokat hozott a stílus, hogyan fogadta a közvélemény. Híradó az M5-ön, néhány perc múlva, 8:30-kor kezdünk. Bea, köszönjük szépen!